Időben elkészül a stadion, márciusban a piros-fehérek már itt fogadják a Ferencvárost. Egyre több gyerek születik, idén 1700 milliárd forinttal több támogatást jut a családoknak. Jön a hó, de csak a hegyekben marad meg, a városi térre még várni kell. Köszöntöm híradónk nézőit, következenek a részletek. A Jobbik nem veheti el a miskolci szurkolók örömét. A Diósgyőri stadion időben elkészül, és a leendő üzemeltetővel is tárgyalnak már, jelentette ki Hollósi András és Deák Bárdos Mihály. A képviselők elmondták, február elejére várható a stadion műszaki átadója, márciusban pedig már itt fogadják a Ferencváros csapatát a piros-fehérek. Több mint 300 munkás hétfőtől vasárnapig dolgozik a DVTK stadionon, ami az épülő Puskás Aréna, a Ferencváros és a Debrecen otthona után az ország negyedik legnagyobb stadionja lesz. Az építkezés a terv szerint halad. Jobbik és a többi ellenzéki párt ne próbálja meg elrontani a miskolci szurkolók örömét. Deák Bárdos Mihály szerint Jakab Péternek nincs miért aggódnia, hamarosan meg lesz a stadion üzemeltetője is. Az önkormányzat egyelőre a többségi tulajdonossal, az állammal közösen keresi a legkedvezőbb megoldást. Az átadás időpontját ez nem befolyásolja, hangsúlyozta a képviselő. Sok-sok ezer miskolci futballszurkoló várja már azt a pillanatot, amikor ezt a gyönyörű stadiont átadják. Azt a stadiont, amely a miskolci sportberuházás legnagyobb fejlesztése. A 13 milliárdos beruházás által egy 15 ezer férőhelyes UEFA 4-es besorolású stadionja lesz Miskolcnak. Folyamatosan zajlanak egyébként az egyeztetések már a leendő üzemeltetővel, üzemeltetőkkel. Hamarosan pont kerül az ügy végére, erősítette meg ezt a DVTK hangja is. Hollósi András azt is mondta, a Jobbik ezúttal egy sikere ítélt sportberuházásba próbál belekapaszkodni. Sajnos ki kell, hogy ábrándítsam a Jobbikos képviselőtársainkat, és magát a Jobbikot és Jakab Pétert is, ugyanis nem illik, azt hiszem, sportberuházások vonatkozásában sok-sok ezer miskolci örömét elvenni, és mondva csinált okokat hozni és kreálni a tekintetben, hogy nem lesz meg mondjuk ennek a mögöttünk látható létesítménynek az üzemeltetője. A Diósgyőri stadion műszaki átadását február elejére tűzték ki. Márciusban már itt fogadják a Ferencváros csapatát a piros-fehérek. A Jobbik folyamatosan riogat, nincs veszélyben ugyanis a miskolci közösségi közlekedés sem, a miskolci polgármesteri hivatal sajtóosztálya szerint. A következő két hétben 10 új sofőr kezdi meg a munkát, így január végére mindössze 5-tel lesznek kevesebben a tervezetnél. A Jobbik rendre valótlan állításokkal rontja Miskolc jó hírét, teszik hozzá a közleményben. Alig egy hete egy közgyűlési előterjesztést értelmeztek félre a jobbikos képviselők, állításaikat még az Alfa Hír is korrigálta, írja a Városháza sajtóosztálya. Több mint 4500 gyerek született tavaly Miskolcon, ebből egy hármas iker és 55 iker. Az elmúlt évtizedben nem volt példa ennyi kisbaba születésére. A szülések számának emelkedését a modern kórházak és a családokat támogató kormányzati intézkedések is segítik. Féltő kezekkel megsimogatja, majd a kiságy fölé hajol és örömében megpuszíja a kisbabáját, ez az édesanya. Nagy a boldogsága, mert hétfőn megszületett második gyermeke. Budapestről jöttünk le ide szülni, illetve nagyon meg vagyok elégedve a kórházzal is emiatt. A második babám is itt szültem, és mindenképp szeretnénk még egy harmadikat. Kis világos kék szalag az apró kezecskén, Balogh Bence békésen szundikál ágyában. 3200 grammal született, és 53 centivel. Könnyű szülés volt, hál' Istennek, 4 óra alatt meglett a pici babám, és... Első kisbaba? Második kisbabám, már van egy lányom, aki 2 éves. A Semmelweis tankkórházban tavaly lényegesen megemelkedett a szülések száma. Egyre többen vállalnak harmadik gyermeket a családok. Összesen 2276 szülés történt az osztályunkon. Ez a Észak-Magyarország régióban, tehát a Nógrád, Heves és a Borsod megyében ez az osztályunkon elért szülés száma legmagasabb.
Az előző évhez képest több mint 100-zal emelkedett a szülésszám, ez majdnem 5%-os emelkedést jelent. Az elmúlt évtizedben sem volt ilyen magas a szülésszám. A magas születésszámnak az osztályvezető szerint társadalmi okai vannak, de a kedvező kismama gondozás és a kormányzati intézkedések is elősegítik. 53 centi, 3250 született. A megyei központi kórházban tavaly csak 10-zel született kevesebb kisbaba, mint a Semmelweisben. Itt tavasszal és ősszel emelkedik leginkább a születések száma. 2017-ben 2267 szülésünk volt, ebből 42 volt iker, és egy kettős iker, és egy hármas iker. Egy picikét kevesebb, mint a tavalyi évben, tehát 2016-ban 100-zal kevesebb szülésünk volt. Mindkét miskolci kórház szülészetén van lehetőség arra, hogy az édesapa együtt töltse a kórházi órákat az édesanyával és az újszülöttel. Így még több támasza lehet az újdonsült anyukának, és a bent töltött napokra is szívesebben emlékezik majd a család. A családok évében 1700 milliárd forinttal több támogatás jut a családoknak, mint 2010-ben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény felhasználásának jövedelem határa például 5%-kal nő. A kormány csaknem 500 milliárd forintot fordít a nevelőszülők képzésére és a felnőtté váló neveltek életkezdésére, további 800 millió forintot fordítanak. 2018 a családok éve. Ennek alkalmából a Debreceni Kördáma Egyesület egy minden felekezetet megszólító templomi hangversenyt szervez. A családok országos koncertjén több helyszínen egy időben muzsikálnak majd együtt a családok. A kezdeményezéshez Miskolc az elsők között csatlakozott. A zene az kell, mert körülölel. Ezzel az idézettel indult útjára a Családok Országos Koncertje elnevezésű program. A kezdeményezéshez Miskolc is csatlakozott, itt a belvárosi evangélikus templomban rendezik majd meg vasárnap délután 5 órakor a hangversenyt. Olyan családok lépnek majd fel, akik életében fontos szerepet játszik a zene. Regő Zsolt zenetanár és családja például biztosan a fellépők között lesz. Hatan fognak együtt zenélni. Mi egész adventben esténként összeülünk, és akkor énekelgetünk, várva a karácsony eljöttét. És de karácsonykor is természetesen együtt énekelünk, és ezt szeretnénk megidézni majd most vasárnap ezen a koncerten. Országszerte több mint 150 templomban egy időben kezdődik majd a hangverseny. Miskolc az elsők között csatlakozott a programhoz. Lesz 4 olyan család, ahol egymást kísérik majd zongorán, illetve játszik majd fagotton, az apuka, illetve a gyerekek ütős hangszeren működnek közre, tehát a Kulcsára, Bódia, Regős és a Telenkó család fog majd így együtt zenélni, de hát láthatják majd az érdeklődők itt a Miskolci Evangélikus templomban a Szent Naum kórust is. A kezdeményezést a Debreceni Kördáma Egyesület indította útjára annak alkalmából, hogy 2018-at a családok évének nyilvánította a kormány. A rendőrségi kulisszák mögé nézhettek ma a diákok a rendészeti szakgimnázium nyílt napján, ma is több százan vettek részt. Bevetési és önvédelmi bemutatókat és a kényszerítő eszközök használatát is megnézhették. A rendőrség folyamatosan várja a rendőröket. Puskalövésektől volt hangos ma délelőtt a rendészeti szakgimnázium udvara. Bevetési bemutatót tartottak középiskolás diákoknak, hogy vonzóvá tegyék a rendőri pályát. Valaki csodva! Rendőrség! Ez pedig egy kártyázás utáni vita, ami verekedésbe torkollott. A diákok nagy izgalommal nézték a végkimenetelt. Többen még idén fognak érettségizni, de már most eldöntötték, hogy itt szeretnének tovább tanulni. Most az érettség után lehetőségem van egy rendes, tehát már rendes állományba helyezett rendőrnek kiképeztetni magam. Akik már ide járnak, ők is elégedettek az itteni képzésekkel. Azt mondják, az elmélet mellett sok a gyakorlati óra, ahol igazán fel lehet készülni a hivatásra. Most vagyok másodéves tanuló itt. Már ki vagyunk nevezve július óta próbaegyes őrmesterként, úgyhogy felváltva dolgozunk lent a határon most jelenleg, és felváltva vagyunk itt az iskolában is egy hónapot. A rendőrségnek folyamatosan utánpótlásra van szüksége.
Idén is azokat a fiatalokat keresik a szakgimnáziumba, akik később a rendőri hivatást szívesen választanák. Mi a rendészeti tiszthelyettesi alapképzésre, a 2 éves iskola rendszerű képzésre toborozzuk az érdeklődőket. Ezzel a 2 éves képzéssel az, aki jelentkezik hozzánk, egy komplex rendőrszakmai képesítést szerez. Gyakorlatilag, ha ezt megszerzi, bárhol az ország területén és bármely szakterületen elkezdhet dolgozni. A rendészeti szakgimnázium évente több mint 1000 diákkal az ország legnagyobb rendészeti képzőintézménye. Idén nyárra 462-en végeznek, ebből 402-en a készenléti rendőrségnél, 54-en a megyében fognak elhelyezkedni. A Miskolci Önkormányzati Rendészet is várja új kollégáit. Segédfelügyelői munkakör betöltésére hirdetett felvételt, ahová férfi és női járőr jelöltek jelentkezését is várják. A sikeres felvételi eljárást, valamint a próbaidőt követően közterületfelügyelői, mezőőri vagy térfigyelői munkakört tölthetnek be. Újra elő lehet venni a deszkákat, sileceket és szánkókat. A hegyekben az előrejelzések szerint havazás várható, akár már ma és szombaton is eshet. Az átlagosnak megfelelő téli időjárás miatt meg is marad majd a hó. A következő napokban és a jövő héten a városban is lehet havazásra számítani, de ha szánkózni szeretnénk, bizony a hegyekbe kell menni. Snowboardot felcsatolni, és jöhet a csúszás. Decemberben sokan mentek ki Bánkútra, hogy hódoljanak szenvedélyüknek. Idén először vagyok én is telepen, és akkor itt gondoltuk, mi nem voltam sose Bánkútra, úgyhogy gondoltuk, férjemmel eljövünk. A téli sportok szerelmesei igazán kiélhették magukat, hiszen akkor mindent fehér lepel takart. Az év utolsó napja óta viszont nem esett a hó, így a bánkúti sípálya jelenleg zárva van, egészen a következő havazásig. A jó hír az, hogy erre már nem sokat kell várni. Kezdetben itt ez a hideg jön ide ránk. Pénteken és szombaton az előrejelzések szerint a hegyekben havazás várható. A városban a csapadék eleinte eső formájában jelentkezik majd, de szombat reggel már egy lepelnyi hó itt is várható. A vasárnap, illetve hétfőn inkább derült napos idő várható, viszont hideg lesz, tehát ami esik kevés hó, az a hegyekben megmaradhat. A városban viszont nem elég hideg a talaj, így a kevés hó nem is marad majd meg. Az átlagosnak megfelelő téli időjárás viszont folytatódik. A meteorológus szerint a jövő hét közepén is havazhat, nagy hóra azonban nem kell számítani. Mára az egyik legkomolyabb középiskolák közötti sporteseményévé nőtte ki magát a Fekete László teremlabdarúgó torna. A DVTK legendás aranycsapatának játékos emlékére eddig 26-szor rendezték meg, most 15 csapat mérkőzött egymással. Ünnepélyes kezdőrungással indult a Miskolci Avasi Gimnázium torna csarnokában a 27. Fekete László teremtorna. A 15 csapatot 3 csoportba sorolták, ahonnan az első 2 jut majd tovább, ezt követően körmérkőzéses rendszer dönt a végeredményről. A felvételen fehér felsőben szereplő házigazdaiskola csapata a Bláti szakgimnázium ellen ezzel a góllal ugyan még vezetett, de a vége aztán döntetlen lett. Fontos nekünk ez a kupa, úgymond, mivel ugye saját rendezésű, ugye nem nagyon sikerült még nekünk itt eredményeket elérni, próbálunk most jobban teljesíteni. A torna eddigi rekordja 34 résztvevő csapat volt, és már több határon túli iskola is részt vett a nagy hagyományokkal bíró labdarúgó eseményen. Szeptembertől már készülnek az iskolák, tehát fejbe ők már lejátszák előre, már győztesek is megvannak, talán. És a nevezési díj az egy minimális összeg. Mint azt megtudtuk a szervezőtől, a tornát egyre nehezebb tető alá hozni a költségek miatt, így a támogatók nélkül az utánpótlás sem igazán tudná évről évre összemérni sporttudását. Én gratulálni tudok itt a szervezőnek, Horváth Imrének, hogy most már 27. alkalommal idejét, energiáját, sokszor saját pénzét, némi támogatást néha hozzá tudunk adni, és megszervezi ezt a kupát. A 27. alkalommal kiírt erőpróba szombaton délután ér majd véget a helyosztókkal. Ám azoknak az iskoláknak sem kell izgulniuk, akik ezúttal nem vettek részt, ugyanis a szervező szerint lesz jövőre is Fekete László teremtorna.
Időben elkészül a stadion, márciusban a piros-fehérek már itt fogadják a Ferencvárost. Egyre több gyerek születik, idén 1700 milliárd forinttal több támogatás jut a családoknak. Jön a hó, de csak a hegyekben marad meg, a városi térre még várni kell. Holnap felhős, a mainál hidegebb időre lehet számítani, az időjárásról bővebben híradónk után. Holnap heti hír összefoglalónkkal, a Krónikával várjuk Önöket. Miskolc mával legközelebb hétfőn jelentkezünk, addig is olvassák híreinket, nézzék újra riportjainkat a minap.hu-n. Várjuk észrevételeiket is, írjanak nekünk az info@mikon.hu e-mail címre. Híradót készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét és kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!